A hajdújárásiak legyenek türelmesek, a hatóságok mindent megtesznek a biztonságuk megóvása érdekében, ezt mondta Sztyeván Bakics Szabadka polgármestere a településen tartott péntek esti lakossági fórumon. A helyiek azonban ezt követően sem aludhattak nyugodtan, hiszen nem sokkal később ismét lövöldözni kezdtek a migránsok a falu határában. Türelem és víz. Ezekre lesz leginkább szükségük azoknak az utazóknak, akik a hétvégén át szeretnének kelni a szerb-magyar határon. Szombat reggel már komoly sorok alakultak ki az átkelőknél mindkét irányba. A Szerbiai Automotoros Szövetség arra hívja fel a figyelmet, hogy nem csak a szerb-magyar, hanem a horvát-szerb, valamint a szerb-észak-macedón szakaszon is torlódásra van kilátás. Palicson is regisztráltak nyugat-nílusi lázzal fertőzött szúnyogot Belgrád és Nis mellett, áll a Batut közegészségügyi intézet tájékoztatásában. Fontos azonban leszögezni, hogy azok a személyek, akiket ilyen szúnyog csíp meg, az esetek 80%-ában semmilyen tünetet sem tapasztalnak. Ritkábban ugyanakkor kialakulhat szövődmény, mint az agyhártya vagy az agyvelőgyulladás. 10 év után ismét világbajnok a magyar férfi vízilabda válogatott. A magyarok 5 méteresekkel győzték le Görögországot a fináléban, így történetük során negyedszer lettek világbajnokok. A szerbek érem nélkül maradtak, miután a bronzmeccsen kikaptak a spanyoloktól.